Valljuk be őszintén, kedves szurkolók, régen nem láttunk ilyen tömött villamosokat, autókaravánt, és sűrű sorokban a pálya felé igyekvő és a pénztárak előtt sorban álló embereket, mint csütörtök délután a vasas Fáj utcai sporttelepén, Angyalföldön. Nem bajnoki vagy kupa találkozóra gyűltek össze, pontosabban gyűltünk össze, hanem búcsú mérkőzésre. A mai mérkőzésen a kezdő csapatban három fix játékos játszik, Mészöly, Ihász és Farkas személyében. Én úgy érzem, hogy életemnek az olimpiai bajnokságon kívül és a pályafutásomnak ez volt a legszebb befejezése, hogy ezt a búcsú mérkőzést nem egyedül, hanem három, úgy mondom, nyugodtan merem mondani, hogy három olyan játékossal, magamat is beleértve, azt hiszem a közönség is megérdemelt bennünket, és ezt a búcsú játékot mi is megérdemeltük. Ihász gyakran robogott el ellenállhatatlanul a partvonal mentén. Mészőtől pedig ismét láttuk annyiszor megcsodált fejeseit. Farkas János beváltotta ígéretét, két nagyszerű gólt lőtt.